Az afganisztáni radikális iszlamista talib lázadók elfoglalták az ország északnyugati részében fekvő Sibargan városát, Jaujan tartomány székhelyét, ezzel 24 órán belül már a második tartományi főváros került a birtokukba. Ekközben az afgán védelmi miniszter azt közölte, légicsapásaik legalább 200 terroristát megöltek, fegyvereik, járműveik nagy része pedig megsemmisült. Pinteken a délnyugati Nimrusz tartomány székhelyét, Zaranj városát rohanták le és vonták ellenőrzésük alá a talibok. A tartományi kormányzó közlése szerint a régiót harc nélkül szállták meg a talibok, mivel a kormányerő katonáinak nagy része elmenekült. A talibok a nyugati béke fenntartó kivonulásával párhuzamosan fokozták támadásaikat több tartományi székely környékén és offenzívát indítottak az afgán biztonsági erők ellen. Ez a kabuli férfi úgy véli, ha ez így megy tovább, a talibok egyre több és több várost fognak elfoglalni. A háborús a pusztítást és nyomorúságot hoz mindenkinek, panaszolja ez az asszony. Nem tud mindenki elmenekülni az országból. A szemben álló feleknek tárgyalás útján kellene elrendezniük az ellentéteket, mondja bölcsen. Miközben a Dohában hónapok óta tartó afgán közi béketárgyalásokon semmilyen eredményt sem sikerült elérni, a talibok nagy területeket vontak uralmuk alá Afganisztánban, kiszorítva az ellenállást alig tanúsító kormányerőket. Az Egyesült Államok 20 éve 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően indított háborút a közép-ázsiai országban az Al-Qaeda terrorszervezet és vezetője Osama Bin Laden ellen.